30 évvel előtt történt. Vissza kell mennem egész az első asszonyhoz, az Évához, akiről ugye nehéz kideríteni, hogy most ez közszája, hogy szőke volt, vagy nem volt szőke, de azt, hogy az almából kibúvó kukacot kígyónak néztem, ez az egy kicsit erős. Az Úr mélyen elgondolkodott, és azt mondtam, máskor időben megvermetezem az almafát. Ráadásul Ádám is lázadozni kellett. Uram, vedd vissza az Évát, éjjel nem hagy aludni, állandóan takarít. Ezt hagyjam, de felásadta velem az egész édenkertet. Beültette paradicsommal, azóta minden nap almakompót és paradicsomleves az ebéd. Megőrít. Az Úr visszavette az asszonyt, igen ám, de néhány nap múlva maga Ádám kérte. Add vissza az Évát egy kicsit. Az Úr visszaadta neki azzal a feltétellel, hogy többet nem mond el róla. Azt mondja, vesződtem vele eleget, vesződj te is vele. Végül is, hogy bevalljuk vagy nem, ezek az úgymond rossz tulajdonságok, előbbre viszik a világot. Ha házat építünk, az asszony az ablakra függönyt var, a kemencébe kalácsot süt, az asztalra virágot, a hideg téglából otthont varázsol. Persze olyan is tud lenni, mint a vihar. Mikor jön, lágy, meleg, nedves, amikor elvonul, visz magával mindent. Házat, kocsit, autót, garázst, mindent. Van egy nagyon kedvenc mondásom. Az amerikai elnök és felesége sétálnak az utcán. Az elnök felesége egy hajléktalan dobja $100. Azt mondja az elnök, hogy a drágám, egy $10-osnak is örült volna ez a hajléktalan. Meg ki ő? Azt mondja a First Lady, ez volt az első szerelmem. Nagyon el akart venni feleségül. Mondja az elnök, látod, hogy milyen jól csináltad, hogy nem mentél hozzá? Azt mondja az asszony, igen, akkor most ő volna az elnök. Hát, és aztán jön a nagymamakor. Az unokák. Az unoka állandóan kérdez. Beszél mindenféle butaságot. Nagymama, képzeld el, láttam a nagyapának a tetoválását. Az volt, hogy róza. De nagymama, te nem is róza vagy. Hát igen, kisunokám, az úgy volt, eredeti tetoválás így szól. Vitéz nagybányai Horthy Miklós, legbátrabb matróza. Már csak a róza maradt. Őszintén szóval jól esik ez a taps, amit Józsika, mert hogy ő már levonult, így nekem szól. De én egy kicsit másra számítottam, más ténylegüt versre. Van az is? Na jó, akkor az a szépség majd abba jön meg, amiről most szóltam volna pár szót. Nem baj. Viszont megismertetném most önöket az ifjú zenészünkkel, akit már azért többnyire ismernek. Antikám, harmonikával, légy szíves! Azt mondta, hogy a lámpa, hogy szeretnél.
Józsikám, annyira vedd már át, csak vegyed forszale, már mindjárt vége a... És... Igen, és a végén ezt a pirosat nyomja rá. Míg a jó sajátja, mi bűne a koré, mely szülte őt. Ismerjük ezt az idézetet. Madács Imre szavait idéztem. Az a gondolat jut eszembe, hogy mégis mi a bűne? Bizony kicsi el vagyok tévedve. Ő sem vágyik másra, csak hogy legyen szeretve. Ezért jött ebbe az életbe. Volt olyan kor, azt hiszem rossz lehetett akkor, mely ezt bűnnek nevezte. Ám bűn oda vagy ide, mindig győzött egy csodás kevercse. A nő egyszerűen csoda a maga szépségében. Életre az életért lett teremtve. Írók, költők által sokszor lett énekelve. A nők élethez formált alakja ránk köszön minden népies motívumba. Ők, bizony ők, akik minket kiegészítenek. Kicsi technikai szünet, lapoznak kell. Általuk lehetünk, ugye csak egészen. Mondjuk, és mondják más népek, a magyar nők a legszebbek. Így van? Igen. Az ő arca szabálya az aranymetszésnek, szabályát követi az aranymetszésnek. A nő záloga az életnek, birtokosa a léleknek. Lelke ugye van mindenkinek, nos, hát ti férfiak, köszönjétek eme csodás, magasztos lényeknek, mit is, az, hogy egyáltalán léteztek. Köszönöm. Kérhetlek, hogy újra legyen egy kicsit az okára törünk. Ki még mindig a nőkről szól, de már nem mint általában, hanem hogy miért is csodáljuk őket. Igen, a nőket. Mert hogy a nőkről szólni csodás dolog. Velük szólni, róluk ódát zengeni, őt megismerni, felé csodálatot érezni, boldog férfi neje szépségét képes észrevenni. Aki szeretni, tud és szeretve lenni. A nő, mondják, van ki álnok. Érte, talán nem kell jót állnod. De ez a nő csak azért más, mert a fejéről valaki ellopta a glóriát. A nő mindig áldott. Rájuk tőlem is csak áldás szállott,
Áldom őket. Ahogy mondtam, legyen mindig mind áldott. Hasonlítom őket az életnek virágához. Akik még nem tették meg, ezután adhatnak igaz értelmet párjuk és saját életének. A nővirág, kit le nem téphetsz, simítsd, szeresd, légy vele, amikor csak lehet. Becézd, csodáld, vagy egyszerűen csak nézd. Kivirul, ha szeretettel becézed. Higgy, szereted jóban, rosszban mellett. Ha így szereted, jóban, rosszban melletted lesz. Nem kér más, csak azt, hogy szeresd. És oszd meg vele az életed. Köszönöm. És ugye Tudás Józsi, te következel még, szóljak előtted, vagy mondod magadtól? Akkor fogadd el a mikrofont is. Hát a verset, amit ígértem, nem úszták meg egyáltalán. Így szól. A nőt, akit szeretünk, nem felejtünk. Bármit mondjon arcunk. Fejünket felkapjuk, ha a nevét halljuk. Ha bajba vannak, indulunk. Életet tőlük kapunk. Húsvér magzatágy, eleven bölcső vagy, életünk hajnalán. De lassan megelegszünk, a fiatalság megáll mögöttünk, lehajtja szép fejét, és nem jön velünk tovább.
Szóval, ami eddig történt, az úgy egy picikét tetszett. Ezért részünkről hála és köszönet. Most megint én mondanék egy verset, ami a pillanatról fog szólni. A pillanat madárral, mi a felhőket röpteti, meghallod, és már el is tud röppenni. Látod, hallod, csak egy pillanat. Egy dal volt, ami csalogat. Mi volt ez? Elszállt, elszaladt. Mégis mi volt ez? Mit láttál? Mire emlékezted? Egy tarka képzett? Mit tesz velem az emlékezet? Mutat csodás képeket. Ezeket nézed, és alig látod a képet. Honnan jött? Vagy csak ezt áll lett, lesz, tán már le is lépett. Így szalasztod el az idődet. Jött, jött, az miből tarka kép lett, elvitte a percet, napot, évet. Mára csak egy furcsa kép lett. Így nézem a messzeséget. Miért, hogy látom mindezt csupa szépnek? Elvitte el a madárének. Lehet, csak én hallom dalát a messzeségnek. Mindenki más hal, amikor úgy messze réved. Az időn túlról csendül ez az ének. Még nem késő, ragad meg. Az élet vonata még felvehet. Szállj fel most és élvezd az életet. Kimaradt, csak a távolba integetsz. Most élj, élde meg most a percet, mit élveztél, az minden, mindig a tied. Ezt bárhová mész, mindig magaddal odaviszed. Még teljessé lehet az életed. Tedd teljessé a léted. És most részemről jöhet egy ígéret. Könnyezős verseknek
ezennel véget vetek. Ezután tanítónénink mond önöknek néhány szót, hallgassák. Szeretettel átadom neki a mikrofon. Köszönjük szépen. Én nagyon szépen és tisztelettel szeretném megköszönni a férfiaknak, hogy köszöntöttek bennünket, és kívánok nekik további sok sikert. Antikának a zenében, a fiúknak, a felnőtt fiúknak, a próza, illetve a versírásban kívánom, hogy további sok-sok szép emléket és örömet szerezzenek nekünk is és másoknak is. És nektek meg nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek ilyen szép számmal. Nagyon-nagyon örülök, én is, meg a polgármester úr is nagyon-nagyon örült, amikor mentünk ki, akkor mondta, hogy milyen jó, és milyen jó a hangulat, és hát tényleg ő is örült, mi is örülünk, vagy én is örülök, és remélem, hogy ti is örültök, hogy ilyen szerény körülmények között, de azért megemlékeztek rólunk a fiúk, meg hát ugye saját magunk is. Miután a hölgyek megszervezték. Tehát ez azért, bocsánat, az életben is nagyon sokszor így van, hogy megszervezzük magunknak, amit akarunk, de nem úgy. Néha-néha elfeledkeznek azért rólunk. Bocs, nem rólatok van szó, én mindig csak magamról szoktam beszélni, úgyhogy másról sose, csak magamról. Úgyhogy ezek a szép ünnepek, amik vannak, ugye nőnap, anyák napja, a karácsony, stb. Az lenne jó, hogy ha nem csak ezt az egy napot emelnénk ki, hanem minden nap ilyen szép lenne, ilyen emlékezetes lenne, ünnepélyes lenne, de hát tudjuk, hogy ez a hétköznapokban sajnos nem megoldható, mert ugye a hétköznapok azok azért mások, dolgosak, meg hát szóval nem mondjuk, hogy mit vannak a hétköznapokban, sok-sok mindenet mindnyáján tudjuk. A legközelebbi alkalom, amikor szeretném, hogyha megint így összejönnénk, a május 4-e anyák napja, amikor szintén ilyen szerény körülmények között szeretnék az édesanyákról, nagymamákról megemlékezni, de akkor már a színjátszó csapat, tehát az egész csapat, ugye van nekünk három gyönyörű lányunk, akik még hűségesek hozzánk és járnak a felnőttekhez színjátszózni, ők is készülnek majd egy kis műsorral, meg hát mindenki egy kis produkcióval fog nektek kedveskedni, úgyhogy akkor is várom titeket nagyon nagy szeretettel. És mindenkinek nagyon jó egészséget kívánok, és a délután további programja pedig, ugye Antika még zenél, mert még azt azért el kell mondanom, hogy a három fiú nagyon nagy dicséretet érdemel, és köszönjük szépen a tapsot, mert ugye megtapsoltak titeket. Köszönjük. Mi tudjuk a berkeken belül, hogy ugye miket beszéltünk, hogy taps az akkor van, hogyha tetszik a műsor, és szerintem tapsban most nem volt hiány. Ugye? Jól van. És a kis Antinak meg külön köszönet azért, hogy az iskolában ugye nagyon igyekezett, mert egyébként mindig 6 órakor meg hogy ér haza. Tehát, hogy kicsit késve kezdődött, ez az miatt volt, de hát ezt is nagyon köszönjük neki, hogy ezt ő megtette. Szerintem nem múlott itt semmi, az a kis késés az nem volt probléma. Tehát ott tartottam, hogy a délután további részében ugye majd kezdődik az énekkarosoknak az énekkar, tehát úgy terveztük, hogy 4 óráig, amíg nem kezdődik az énekkar, addig itt szépen elleszünk, akinek van ideje, hogy hallgassa Antinak a zenéjét, vagy ha
valaki ugye el akar vonulni kártyát, tehát tulajdonképpen ilyen szabad foglalkozás lesz most, de arra szeretnélek benneteket kérni, hogy a kalácsot meg a teát azt fogyasszátok el, hogy ne maradjon itt ránk, tehát egyetek, igyatok addig, és mindenkinek nagyon szép délután kívánunk, meg minden jót az elkövetkezendő időszakban. És köszönöm szépen, hogy itt voltatok még egyszer. Hát igazán köszönjük tanító néninek is ezt a szép befejezést, de itt Józsi súgja, hogy ha még bírják füllel, meg figyelemmel, akkor még elmondaná azt a Fecskehívogató című versét, amire én először számítottam, ezzel megkoronáznánk, mielőtt Anti fiam majd zenél, ami belefér. Józsi, tiéd a pálya. Kicsit bátortalan vagyok, mert ez teljesen a saját versem, de aktuális, mert Fecskék várhatóak, valószínű, hogy jönnek, reméljük menni többen. Ez úgy kezdődik, hogy Afrikában postagalom viszi el a levelet, feladója szénszínege, emig szól az üzenet. Villás farkú, gyere haza, de ne úgy csak egy magad. Errefelé úgy is mondják, egy fecske nem csinál nyarat. Lettelen a sürgés forgás, csomagol a kis sereg, segédkezik gólyakoma és két nyakig vár gyerek. Induljatok, fecske szomszéd, várat van a kikelet, attól félek, lekésitek a friss tavaszi szelet. Mi is megint nem sokára utolérünk titeket. Meg kell venni első helyre a két gyereknek a jegyet. Besenyei Füsti Peti, műrepülő világbajnok, idegesen integet. Egy némelyik fiatal még kapkodja a legyeket. Elindulnak nagy sokára, azaz csak indulnának, de nem bírják a csomagot. A vezetőjük jó előre, egy izompacsirtát fogadott. Jaj, de nagyon elfáradtam, nyafogott a legkisebb. Soká érünk forrás kutra, nem bántják a pénzünket. Össze, amikor erre jártunk, itt még a Kanári-sziget feküdt. Legendás a bűségükről, és minden évbe visszatérnek. Szerintem a legszebb nóta, erre szaladt fecskefészek. Fecskeszárnál jött a tavasz, a télnek búcsút int. De mi csak mosolyogva ennyit mondunk, megint ez a fecskéink. Köszönjük! Köszönjük szépen a tapsot!